A rendezvény központban tartott ünnepségen Rab János nyugalmazott őrnagy elnök beszámolója után. Sári Kovács Szilvia alpolgármester méltatta a jeles évfordulót és szólt elismeréssel a 120 fős civil belügyi szervezet hagyományozó munkájáról. 50 év, ha belegondolunk, kimondani is elég sok. Leélni is elég sok, hiszen 50 év alatt az ember leéli élete javát. Ez egyesületnél szerintem még hatványozottabban így van. Igazság szerint nagyon sok mindent az egyesület életéhez nem is lehet hozzátenni, hiszen az előzőekben elnök úr olyan szépen elmondta, hogy honnan indult az egyesület, milyen tagjai voltak. A katonák, a rendőrök, a tűzoltók, majd a katasztrófa védelmi tagok után nagyon helyesen beemelték a civileket is, hiszen úgy gondolom, hogy a név az kötelez. És ennek az egyesületnek a neve Bajtársi Egyesület. Milyen szép a magyar nyelv, bajtárs. A bajban társ. Társra mindig szükségünk van, de úgy gondolom, hogy akkor, amikor bajban vagyunk, akkor a legjobb segítség egy társ az életünkben, és a legnagyobb segítség abban, hogy a bajon, a bajságon, a gondokon túl tudjuk magunkat tenni, le tudjuk küzdeni a nehézségeinket. De ha már közösségről beszélünk, és ez egy nagyon-nagyon jó közösség, ahogyan itt elnézem, és ahogy az elnök úr beszámolójából is értesülhettünk erről, nem csak bajban kell együtt lenni, hanem milyen jó, ha nincs baj, és együtt tudunk lenni akkor is, amikor csak úgy élvezni kell az együttlétet. És igen, erre is nagy szükség van, hiszen ha dolgozunk, akkor azért van szükségünk a kikapcsolódásra, hiszen fáradtak vagyunk, azt a rengeteg stresszt, a munkahely okozta nyomást, azt valahol kompenzálni kell. És ha már nem dolgozunk, és nyugállományunkat töltjük, akkor is szükségünk van a társakra, hiszen nem járunk el dolgozni. Nincsenek meg a mindennapi rutinok. Akkor még nagyobb szüksége van az embernek arra, hogy legyen egy olyan közösség, egy olyan fix pont, ahová el tud menni, jót tud beszélgetni, jól érzi magát, és ha nagy Isten baj van, akkor még segítenek is neki. Mellé állnak, támaszt nyújtanak, és átsegítik a bajokon, a problémákon. És persze nem csak erről szól ez az egyesület, hiszen hallottam, hogy milyen remek kiállandulásokon vettek részt. Sokszor irigyeltem is, hogy milyen jó, hogy ennyi helyen voltak, és milyen kár, hogy én ezen nem vettem részt. És bizony, aki nincs az egyesület tagjai között, sajnálhatja, hogy nincs itt, hiszen ezekről a nagyszerű élményekről, amiről már később is fogunk tudni beszélni, amikor már nem megyünk sehová, hanem tényleg otthon kényszerülünk maradni. Milyen jó majd ezeket felemlegetni, hogy emlékszel, amikor itt jártunk, emlékszel, amikor az történt. Én úgy gondolom, hogy ez teszi az ember életét még gazdagabbá, még teljesebbé és még színesebbé. Esküt Lajos, nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének koordinációs elnök helyettese, Kőszegi Ferenc, nyugállományban lévő alezredes, a BEOSZ Észak-Magyarországi Régió vezetője, Molnár János alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. hadkiegészítő toborzó központ parancsnoka és Terenyi Krisztina őrnagy, az MHHKNP 9. hadkiegészítő és toborzó iroda irodavezetője, miniszteri és egyesületi elismeréseket adott át az egyesületnek és Rab Jánosnak. Az ünnepséget a Honvéd Művészegyüttes operett műsora zárta. Rab János nyugalmazott őrnagy egyesületi elnök az alábbiakban vázolta az elmúlt 5 évtized fontosabb eseményeit. Dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató úrnak a tervei és kivitelezése alapján az emlékszobákat felújítjuk pályázati pénzből. Ennek a munkálatai mintegy 80%-ban már elkészültek, hamarosan látogatható lesz, és ahogy a ünnepi köszöntő szövegemben is megemlítettem, hogy szívesen látunk minden érdeklődőt, tehát nem kell katonának lenni, civileket is, sőt gondoltunk iskolásokra, akiknél most
most a honvédelmi nevelés újra előtérbe került, véleményünk szerint nagyon helyesen. Talán a hagyományőrzés lehetne kiemelni, mert ugye kirándulások, összejövetelek, főzések azok mindig is voltak, meg reméljük lesznek is, viszont néhány maradandó dolgot tudtunk alkotni, gondolok a 2007-ben helyezett emléktáblára, ami a jelenleg a városi könyvtár egykori Hemó falán található. 2008-ban Bokor József alezredes úr megírta a karcagi laktanya történetét. 2010-ben a már említett emlékszoba készült el, jelenleg a felújítása folyik, illetve 2012-ben olyan kopjafát sikerült megterveztetnünk és kivitelezni a Tóth László szobrászművésszel, ami először a Balaton-Kenesén a Honvéd üdülőben, most pedig a Pálkozi Emlékparkban megtekinthető. Az év hátralő részében augusztus 23-ára egynapos kirándulást terveztünk Boldogkővár és Tokajra, szeptember 27-30-ig négynapos kirándulást terveztünk Nagyatádra, aminek keretében a őrséget is megnézzük, meg az ottani tájegységet is, és minden kirándulásunkon idegenvezetés mellett történik a dolog, tehát nem csak nézzük, hanem jobban meg is értjük, hogy mit látunk, ugye az nem ártalmas dolog, illetve hagyományos évad záró rendezvényt tervezünk még novemberre, természetesen a körülmények ezt lehetővé teszik akkor. Sorolta Rab János, aki megköszönte mindazok munkáját, akik bármilyen módon hozzájárulnak munkájukhoz.